A Pankutya bemutatja. Well Hello. Rockpart paródia. Ha tudnám, mikor lesz már végre kész a rakpart. Évek óta javítják, de sehol nem tart. Dolgozz már, miért nem mész el az anyádba? Tényleg nem értem, miért csak egy ember csinálja? Végzem a munkám, várnak az autó. Kihallatszódik a motor, zajba legy anyám a cidó. Kegyetlen szó, ezt a melót kibírni csak piával jó. Azt ordítják, hogy húzzak bele, de én azt gondolom, hogy még várjunk vele. Ha nem megy a meló, iszom még egy óbort. Nem vagyok alkesz, ez csak egy hóbor. Ez jó, uzsonnát ma négyszer ettem. Két téglát már a helyére tettem. Ezzel már magam megerőltettem. Mire elkészül a rakpart, nyugdíjba mentem. Hányszor szivatott már meg a rakpart? Ez a rohadt munkás már megint sziesztát tart. Elég volt ebből, elküldöm az anyjába. Ha visszaszól, majd beleköpök az arcába. Megint vitázni kell, úgy unom már. Ezt a csávot úgy pofán rúgnám. Elképzelem, ahogy a talajba tiprom, és lendületből a Dunába hajítom. Üzenet a dugóban lévőknek, ez a munka soha véget nem érő lesz. Vagy a helyet, hogy anyáznak segíthetnének, hogy ne csak én ássak. Te lazítasz a hűtött autódban, én meghalok a tűzön a ponszomjan. Mikor te hazafele hajtasz este az úton, én akkor is a rakpart betonját szúzom. Szerintem miattad nem készül el a rakpart. Követelem, hogy kezdj el dolgozni azonnal. Hagyjál már, miért szólsz bele a munkámba? Na erígy innen, mert zavarsz a sziesztámba. Jön az agyvérzés, csak fel ez a munkás. Dögöljön, dögöljön, kinevet a végén. Átugratlak, de durván, most beégsz majd, de csúnyán. Szlát gyökér, ez most kemény ember. Na sziasztok, reméljük tetszett ez a videó, nagyon sokat dolgoztunk vele. Ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot és nézzétek meg a többi videókat. És köszönjük a segítséget Attilának a zenei alapért, Sanyinak a drónért és Jazz Vivennek a hangjáért.